Sziasztok, én Ádi vagyok a Gaming srácoktól, és a mai videóban be fogom mutatni az RC autómat, ami egy BSD Racing buggy, és hát ebben a mai videóban be fogom mutatni ezt az egész autót, és írjátok meg kommentbe, hogyha szeretnétek erről az autóról tartalmakat. Hát akkor kezdjük is a bemutatást. Azt mondom, hogy kezdjünk a távirányítóval. Hát az ilyen kezdőbb, nem már azért nem kezdőbb, hanem közép kategóriás autóknak, távirányítós autóknak már ilyen távirányítójuk van. Ezzel tudjuk a jobbra-balra, és hogyha ezt itt átállítom, akkor balra-jobbra, mindegy, ezt a bírót személyre szabni. Aztán ezzel a kis tekerentyűvel tudod beállítani a első kerekeket, hogy merre húzzanak, vagy nem húzzon, de mindegy, ezt már be lehet így hangolni. Ez még a műanyag. Aztán ide meg itt nyakba tudok osztani. Hát ennyit így a távirányítóról, meg hogy 4 elemet zabál. Hát viszonylag beosztja valahogy a távirányító, ezt kétszer kellett még csak elemet cserélni benne. Aztán az autóval, amire szerintem mindenki vár, akkor hoppá, fordítsuk meg. Ahogy látjátok, ez ilyen még nem a fém kategória, de ez a kemény műanyag, úgy van kiírva az autóra, hogy kemény műanyag. Hát, hogyha megnézzük, ez a rugózása az nagyon jó. Láthatjátok, diffivel van ellátva, amiről majd mesélni is fogok. Aztán itt van hátul a motor, ez is kapott ilyen kemény műanyag védőt. Aztán elől, és itt szépen, hát mindegy, az a lényeg, hogy elég jó, karcolódik rendesen, de szerencsére még nem tört el semmi az autón. Na, és akkor, hát újra megfordítom, kezdjünk itt az elejével. Hát itt is ugye látható itt a rugózás, hogy nagyon jó, viszont ebben már kezd elgyengülni, tehát majd lehet, hogy be kell rendelni új rugókra. Így működik, ezt én megmutatom, hogy a rugó tolja vissza, ezt itt is itt be lehet hangolni, itt elő, van egy kis csavarókája, meg hát itt is még jobban be tudod hangolni, hogy hogy tartson össze, összébb tartson, vagy kielebb hátulja, hát de a hátulja, itt is, ezek a hátsó rugók, ezek még jobbak, és jobban néz ki. Nem is szokott kinézni az autó, hanem nagyon poros, meg sáros, de most megtakarítottam. Hát akkor haladjunk a belsejéhez. Szépen le lehet pattintani a tetejét. Aztán itt van az egész autónak az agya. Látható. Aztán itt hátul is ezeket le lehet szedni róla, ezt a szárnyat, vagy spoilert. Mindenki nevezze úgy, ahogy szeretné. Hát akkor menjünk beljebb. Jól megmondtam. Ezekkel lehet így szétszedni. És hát ezek tartják. És hát, hogy ezt hogy szabályos levenni, biztos nem így, ahogy én csinálom. Én így szoktam meg. Szerencsére még nem tört el. Szépen le lehet venni. És akkor ez itt, ami benne van, ez leszorítja az akkumulátort. Itt még rakunk is ilyen kétoldalú ragasztót, hogy még jobban oda tartja. Mert, ahogy látszódik is itt, hogy eléggé kikoptatta már itt az akkumulátor, hogy itt rászkódott. Ide is hozom nektek. Hát ez is full fekete volt. Ezek a ragasztások azért jöttek ide, hogy ne verje szét az akkumulátort, és az autó alját, hiába van ez a leszorítás, ami így van. Tehát az akkumulátor az itt szokott benne lenni. Ez a leszorító meg itt. Na. Na mit? És akkor ide még kerül egy ilyen, amit sikeresen elhagytam, tehát egy ilyen kell bele. És akkor még jobban lefogja, azt innen szoktam előről elvenni, és hát itt látható a szervó benne, nem is tudom ezt hogy mutassam,
Nem tudom, mennyire láttok bele. Ott van benne. Én szétszettem ezt az autót, és mindent szépen BVD-40-eztem, és szilikon zsíroztam. Mivel az volt, hogy amikor megkaptam az autót, egy ilyen 3 éve, az volt vele, hogy nagyon rugattam neki, és nem biztos, hogy mindig szabályosan karban volt tartva, tehát nagyon rugattam az autónak, ezért sajnos, vagy nem sajnos, cserélni kellett a diffit, amit meg is mutatok, hogy mi is történt itt. Hát itt vannak, előszedtem, mindjárt megmutatom nektek, itt van. Tehát, hogy itt a csavarok, na mindegy, látjátok, eldarálták egymást. Itt is ott látszódik. Eldarálták egymást itt a csavarok teljesen. Ezért csak azt vettem észre, hogy mentem, és pörgött a motor, és mondom, hú, hát ez nem jó. Elsőnek arra gyanakodtam, hogy a motor elcsúszott. Mert ugye ennek is ez a lesztése, most mutatom. Hogy elcsúszott a motor, mert ezt külön itt be kell állítani, hogy a motor tornál itt, de ez is be van szilikonzsírozva, újra szétszedtem. Hát elkoptak a csavarok, ahogy meg is mutattam, eldarálták egymást, és hát addig nem volt autózás. És akkor ilyenkor mi van? Be kell írni, hogy www.bsdracing.com, és akkor ez a hivatalos oldala, mivel ez ugye kínai hivatalos oldal, ő tök jó az oldal, lehet, hogy ide vágok be képeket, és hát, mivel volt egy kis bökkenő, hogy ott volt az alkatrész, meg lett rendelve, és Hongkongból lett elsőnek megrendelve, ami hát elég sok idő, ez még a vírus előtt volt jóval, tehát onnan Hongkongból, mire elkerült ide Magyarországra, hát ez egy kis idő, de hát aztán vártunk rá, nem tudom, hány hét teltek a hetek, és aztán egyszer csak hívtak, hogy valami miatt nem tudja kiszállítani, meg így, meg úgy. De mindegy, ez a lényeg, lett bele szerezve új diffi, aztán meg megint mentem vele, tök jó volt, most már figyeltem a odakenősekre, és aztán történt a legnagyobb gond az autóval. Az autó agya ment tönkre. Mivel azt vettem észre, itt a régi, ez volt így benne, hogy nem nagyon. Tehát amikor nyomtam neki, olyan volt, mintha ilyen érintkezési hiba lett volna, ha előre nyomtam, hátra ment, vagy előre, azt itt a kábleket megnéztem, tökéletes volt, nem nagyon tudtam, mi volt a gond. Nagyon forrósodott. Nyilván ezek is nagyon forrósodnak, de ez tényleg nagyon, hát ez sem volt jó, meg mindegy, ez tönkre ment benne. És szerencsére ezt már itt Magyarországon ki tudtuk cserélni, de ez is, nem tudom, vagy 6-7 volt rá, azt hiszem, annyi biztos volt, mire oda, tehát elsőnek, amikor ott volt, ott kipróbálta és ment vele ott a szervíznél, kipróbáltak a szerelők, ott ment meg minden, na mindegy, kalandos volt, de most sincs kész az autó, mivel hát a hátra menet az így nincs. Ő azt mondta az autó, hogy nein, ő nem akarja, ennyi volt. Tehát hátra nem megy az autó, nem bírok vele fékezni, de viszont előre tud menni. Ez egy ilyen 35 km per órával tud menni. De írnak róla mindent, itt írtak itt a dobozba 70-et is, meg mindent. Aztán ugye ezzel az akkumulátorral egy, hát, hogyha jó napja van az aksinak, egy ilyen 10 perc, amit a töltője, nem is mutatom nektek, így néz ki, ez itt a csatlakozója, és hát ezt ugyanúgy lehet konnektorba, meg géppel is tölteni, csak egy dugót kell szerezni hozzá. Aztán mivel az aksival is ez volt, hogy hamar lemerül, ezért be lett rendelve egy ilyen aksi bele. És hát
látjátok, ez is már kezdi szétverni. Az aksi meg ott, mindegy, ez nem tudom miért van. Tehát egy ilyen aksi került bele, és hát most így az autó megyeget, és a kertbe elkezdtem csinálni egy ilyen kis pályát, hogy tudjak valamit gyakorolgatni vele, de hát nem mindegy. Ebben a videóban most nem viszem ki terepre, mert kint sár van, meg minden. Hát majd lesz egy ilyen videó is, ha szeretnétek, írjátok meg kommentbe, hogyha még szeretnétek róla több tudnivalót. Hát igen, ez egy új téma, ez az egész autóval. Remélem, hogy tetszett a videó. Tényleg írjátok meg, ha még szeretnétek valamit róla tudni. Hát árat, tényleg azt még elfelejtettem, árat, mivel karácsonyi ajándék volt, nem tudtam, hogy honnan lett beszerezve, utána néztem, és hát mit néztem, utána, mint a legtöbb ember, beírtam e-magba, aztán hát kiírta, hogy 40 ezer forint, de készlet hiány, és szerintem már nem is lesz belőle több e-magon, csak a hivatalos oldalán. Ott meg nem tudom, lehet, hogy többbe kerül, mivel Hongkongból jön el, meg minden. Aztán, és hát, hogyha ezt beírom, alapból egy kínai oldal dob be, aztán az gyorsan le kell fordítani angolra, vagy magyarra, ki vagy szeretné, és akkor ott már tényleg el lehet igazodni. Ott vannak az új hírek, mi történnek, tényleg vágok be majd képeket róla. És hát ez a videó ennyi volt, én Ádi voltam a Gaming Srácoktól, sziasztok! Na sziasztok, itt vagyok ezen az oldalon, hát most telefonon vagyok itt, és hát, hogy mondjam, gépen sokkal egyszerűbb, mindegy, be kellett írni ugye ezt, hogy www.bhdracing.com, ezt kellett beírni, és akkor hát mindegy, telefonon szörnyű, mindenféleképpen laptopon vagy tableten írjátok be, és akkor láthatjátok, hogy kínai az egész nekünk, és akkor szépen ide kell nyomni a harmadikra. És akkor kidobja az autókat, tehát egy csomó fajta autó van, és nekünk ki kell választani a méretarányt, ami egy tízes méretarányú, ugye a miénk, és várjatok, hanyadik oldalon lehet, harmadik oldalon kb. Igen, itt is vagyunk, itt az autónk, és itt az autón, rá kell klikkelni, és akkor itt is van. Itt is van szépen. Ó. Hát mondom, kínai az egész oldal. Ezt le kell fordítani, és akkor itt is mindent kiír. Hozzá minden adatot. És igen, ugye az autó az minden felhasználásra is való, tehát láthatjátok, hogy hóban, füvön, bitumen úton, sárban megállja a helyét. És hát igazából ennyi az oldal, ezt fordítsátok le, de úgy, mint én, mert itt, hát szó szerint ez nekem nagyon kínai, ez az oldal, de tényleg itt is kiírja itt az adatokat, és akkor ezen az oldalon lehet berendelni hozzá a katrészeket. Na, sziasztok!